Mivel rengeteg félreértés és probléma merül fel Saul, azaz Pál írásaival kapcsolatban, amire figyelmeztet is minket egyébként a Brit Hadasha, az új szövetség, hogy Saul írásait félre fogják értelmezni és nehéz megérteni. Ezért úgy gondoltam, hogy érdemes végigmenni egyesével a levelein és azok fejezetein, úgyhogy ezt el fogjuk kezdeni a rómaiakhoz írt levelével, és ez a sorozat erről fog szólni. Remélem, hogy mindenki hasznosnak találja majd, és halleluja. Folytassuk tovább. Pál, vagyis Saul levele a rómaiakhoz, 8-as fejezet, amely így kezdő. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, kik a Husehamásiákban vannak, kik nem a test szerint járnak, hanem a lélek szerint. Erről szólnak az eddigi fejezetek, elmagyarázta szépen, hogy mit jelenti az, hogy valaki a Husehamásiákban él, és a lélek szerint jár, azaz nem a test szerint. Az előző fejezet arról szólt, ahogyan a harc dúl a lélek és a test között, és az az ember, aki újjászületik a Husehamásiákban, a vigasztaló, a lélek által él tovább, és ennek nincsen kárhoztatása, hiszen ez az ember a törvények szerint él. Érdekesebb azonban a második vers, mely így szól. Mert a Husehamásiákban való élet lelkének törvénye, ez az első törvény, megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől, ez a második törvény. Probléma szerintem az az értelmezéskor, hogy az emberek nem hajlandó különbséget tenni azok közt a törvények közt, amelyek között Saul egyértelműen különbséget tesz. Több különböző törvényről beszél, ez esetben az egyik törvény az az élet lelkének törvénye. Gyere, meg fogjuk nézni, hogy mi az a törvény, ami életet ad, ami megszabadította őt a bűn és a halál törvényétől. Mi a bűn és a halál törvénye? Erről beszélt már nem csak a 7. fejezetben, hanem számos más fejezetben korábban. Amikor az ember megszegi a törvényt, annak a gyümölcs, annak az eredménye halál. Ezért mondja, hogy a bűn és a halál törvényétől megszabadított. Hiszen az, aki a Messiákban, a megváltóban él tovább, a ruák, a lélek szerint, az a törvények szerint fog élni. Így arra nem vonatkozik a bűn és a halál törvénye, ami ugye a következménye a törvények megszegésének. Deberim 6-os fejezet megmutatja azt, hogy mi is az élet törvénye, mi is az a törvény, amely az élet lelkének törvénye, ami megszabadítja az embert a bűn és a halál törvényétől. Első vers. Ezek pedig a parancsolatok, a rendelések és a végzések, melyek felől megparancsolta Jahua, a ti hatalmasságotok, hogy megtanítsam azokat néktek, ez ugye Mósa, vagyis Mózes beszél, hogy azok szerint cselekedjetek, azaz úgy is éljetek, ne csak mondogassátok, azon a földön, melyre átmenőben vagytok, hogy bírjátok azt. Ugye a parancsolatok, rendelések, végzésekről van szó, melyeket Jahua parancsolt, nem pedig Mózes. Második verszak. Kettes. Hogy féljed Jahuát, a te hatalmasságot, és megtartsad mindenő rendelését és parancsolatát, melyeket én parancsolok néked, ugye ezt ő parancsolta neki, így Mózes, vagyis Mósa továbbadja, te és a te atyád fiad, és a te unokád teljes életedben, hogy hosszú ideig élhess. Amennyiben az ember megtartja ezeket a parancsolatokat, hosszú ideig él. Nem csak, hogy hosszú ideig él, hanem nézzük meg, hogy mi más is történik. Hadd meg ezért Izrael, Izrael, és vigyázz, hogy megcselekedjed, hogy jól legyen dolgod, hanem jól lesz dolga, hogy igen megsokasodjál, hogy szaporodni is fog, a tejjel is mézzel folyó földön, amiképpen megígérte, hogy te atyáidnak hatalmassága néked. Nem csak hosszú életet biztosít a törvény, hanem gyümölcsöző életet is emellett. Ez az az élet lelkének törvénye, mely a Husehamásiák a testben, mikor közöttünk járt. Nem véletlen, hogy azt mondta, hogy a szó köztünk járt. Ő ez a szó, amelyről beszél mindvégig a könyv. Az a szó pedig nem más, mint a parancsolatok, rendelések, végzések, ahogy láttuk.
Ha 5 Mózes 6, azaz Debarim 6-os fejezetben leugrunk a 24-es vershez, ezt látjuk, és megparancsolta nékünk Jahua, hogy cselekedjünk minden rendelések szerint, ugye a parancsolatok, hogy féljük Jahuát, a mi hatalmasságunkat, hogy jó dolgunk legyen teljes életünkben, tehát a törvények azok gazdag életet biztosítanak, és hogy megtartson minket az életben minden mai napon, illetve magát az életet jelentik, amennyiben az ember a törvények szerint él. Ezért ez az élet lelkének törvénye. 25. És lesz nékünk igazságunk, ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk minden parancsolatokat, tehát az igazság az mind e parancsolatok, Jahua előtt, a mi hatalmasságunk előtt miképpen megparancsolta nékünk. Úgyhogy ez hosszú, gyümölcsöző életet biztosít az embernek, és igazságban fog élni. Erre való az élet lelkének törvénye. De nem kell visszamenni egészen a kezdetekhez ahhoz, hogy ez kiderüljön, hogy az élet lelkének törvénye, mely ugye maga a megváltó, az a teremtő szava. Hiszen így szól Jehokanon 1-es fejezet. Kezdetben vala az ige, és az ige vala Elohimnél, és Elohim vala az ige. Ez kezdetben az Elohimnél vala. Ugye mindig nála volt úgymond az ő szava, hiszen amikor először elkezdte teremteni a világot, onnantól kezdve a szó létezett. Ez nem jelenti azt, hogy a kettő egy és ugyanaz, ez azt jelenti, hogy a kettő egy olyan értelemben, mint hogy együtt dolgozik, vagy egy harmóniában van. Nem lehet a kettő egy és ugyanaz, hiszen azt mondja, hogy az ige vala Elohimnél. Tehát egyértelműen valamilyen különbségnek lenni kell, még annak ellenére is, hogy azt mondja, hogy Elohim vala az ige. Természetes, hiszen a kettő harmóniában van, mint ahogyan az ember és az ő hangja. Ez nem azt jelenti, hogy a kettő egy és ugyanaz. És ez kezdetben Elohimnél vala. Hármas, minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ugye a hang által teremtett. Ő csak beszélt, és a dolgok keletkeztek. Ezért mondja, hogy minden az íge által lett. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága, hiszen ez az élet lelkének törvénye, amit ő mond, az a törvény azért van, hogy nekünk hosszú életet biztosítson. Ezért ez az élet törvénye. Ez a világosság. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta az be. A sötétség az maga a világ. Az, aki a törvény szerint él, az világosság a sötétségben az emberek számára, hiszen azok látni fogják, hogy ez egy másfajta ember, másképp viselkedik velük. A sötétség, a világ azonban soha nem fog így viselkedni, legalábbis a nagy része. Azonban, ha az ember nem cselekszik a törvények szerint, akkor nem tud világosság lenni a világban, hiszen úgy nem lesz különbség az ember a világosság és a sötétség között. A törvény az ige az, ami megmutatja, hogyan kell viselkedni. Ezért mondja azt, hogy ő benne vala az élet, ebben az igében van az élet, az pedig nem más, mint ahogy láttuk, 5 Mózes 6-ban, az az ő parancsolatai, rendelései és végzései. Ez, ami megszabadítja az embert a bűn és a halál törvényétől, ami pedig a büntetés azért, ha az ember megszegi ezeket a törvényeket. Ha ez nem elegendő bizonyíték arra, hogy ez az élet az ő szava, az ige, akkor nézzük meg Debarim 30-as fejezetet a 8-as verstől. 5 Mózes 30, 8-as vers. Te azért térj meg! Hányszor mondta el maga a megváltó, hogy térjetek meg, és hallgass Jahua szavára, és teljesíts minden parancsolatát, amelyeket én mai napon parancsolok néked. Akkor hogy tér meg az ember? Úgy, hogy hallgat a szavára, úgy, hogy teljesíti minden parancsolatát, és úgy él, és úgy lehet majd világossága a világnak.
és bővölködővé tesz téged Jahuvah a hatalmasságod kezeidnek minden munkájában, mikor, ha megtérsz és teljesíted a parancsolatokat. Ez jelenti az élet lelkének törvénye. A te méhednek gyümölcsében ugye szaporodni fog a nemzet, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, és az állatállomány és maga a gazdaság is a te jódra, a te hasznodra. Mert hozzád fordul Jahuvah, és öröme lesz benned a te jódra vagy hasznodra, amiképpen öröme volt a te atyáidban. Amennyiben az ember az ő útján jár, követi a parancsolatokat, megtér, akkor együtt fog vele működni a teremtő, akkor leli örömét az emberben. Ennél egyértelműben nem tudja megfogalmazni azt, hogy mi az, ami, mi az ő elvárás. Amennyiben ő nem változik, ugye Malakiás 3.6, akkor ez még a mai napig érvényes. Ugyan erről beszél Saul, az élet lelkének törvénye az ez, hiszen ez az élet. De meg fogjuk látni a későbbiekben, leírja szó szerint ezt. Hogyha hallgatsz Jahuvának a te hatalmasságodnak szavára, meg hogyan hallgat az ember? Megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, melyek ezek, amelyek meg vannak írva e törvénykönyvben, nem amelyeket elhozott a keresztény Jézus az új törvények, amelyek meg vannak írva e törvénykönyvben, ez az élet lelkének törvénye, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz Jahuvához, a te hatalmasságodhoz. Ez az, amiről beszél, ez az, amit akar, ez az élet törvénye. Mert e parancsolat, melyet én mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Ez mindazoknak szól, akik azt mondják, hogy ezeket nem lehet megtartani. Hogy lehetne olyan parancsolat, amit nem lehet megtartani? Minek adna olyan parancsolatot? Nincs értelme. Ezért hangsúlyozza ki ezt, hogy nem megfoghatatlan előtted, és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hág vagy megy fel, érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen, hogy azt mondanád, kicsoda megy át, érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Itt van az a parancsolat, megadta, hogy mi az élethez vezető út. Sőt, felette közel van hozzád, ez ige a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Az ige, amiről itt szó van, az nem más, mint az ő szava. A parancsolatai és a rendelései, melyek megvannak írva egy könyvben. Közel van hozzád ez az ige. Ez az, ami eljött, mint egy ember, hogy elhozza a világosságot a sötétségbe, hogy megmutassa újra az embereknek, hogy felelevenítse bennük azt, amit itt ígért. Hogyha úgy élnek, ahogyan ő azt meghatározta, akkor ők lesznek a világ urai. Azok, akik úgy élnek, mindenki, az élni fog. Miért változtatna meg egy olyan törvényt, aminek csak pozitív hatása van, ha az ember betartja? Miért változtatná meg? Mikor itt leírja teljesen egyértelműen, hogy a parancsolatai, melyek a törvénykönyvben le vannak írva, azaz, amit ő igének hív, azt elküldi a világba, ami a kezdetektől volt, mindig is volt valamiféle törvény. Nincsen egyetlen birodalom sem törvény nélkül, csak káosz. Elküldte azt az igét. Ez az élet! Ez az ige, ez a világossága az embernek. Azért, hogy utat mutasson neki, hogy hogy kell élni, hogy hogy léphet be az életbe. És ez az a törvény, ami maga a Jahusák a másiák, ami megszabadítja az embert a bűntől és a haláltól és azoknak a törvényeitől, ami az Elohim törvényének megszegése. Úgyhogy Saul nem arról beszél, hogy nincs törvény, pont, hogy az ellenkezőjéről beszél. Arról beszél, hogy az embernek át kell adni magát a lélek vezetésének, és akkor fogja tudni azt a törvényt úgy véghez vinni, ahogyan azt megkívánja tőlünk a Teremtő, hogy tiszta szívből és lélekből hajtsa végre azokat az utasításokat. Teljes szívedből, teljes lelkedből megtérsz Jahuvához a te hatalmasságodhoz. Mindig is ez volt
az, amit ő akart. És ezért mondja, hogy nem tudták a parancsolatok megtenni ezt, hiszen az emberek előtt nem volt ez a példa, ahogyan Jehusáha Mássiák eljött. És a vigasztaló el kellett, hogy küldje, meg kellett, hogy változtassa az emberek szívét. Aki engedi, azt megváltoztatja, és az az élet lelkének törvénye szerint fog élni. Aki nem, az a bűn és a halál törvénye szerint. Nézzük meg, hogy mi az, amit arról ki tudunk deríteni. Többek között Debrecen 27-es fejezet 15-ös verstől írja le, hogy mi a bűn és a halál törvénye. Átkozott az az ember, aki faragott és öntött képet csinál. Átkozott, aki kevésre becsüli az ő atyát és anyját. Átkozott, aki elmozdítja a fele barátjának határát. Átkozott, aki félrevezeti a vakot az úton. Átkozott, aki elfordítja a jövevénynek, árvának és özvegynek igazságát. Átkozott, aki az ő atyának feleségével hál, mert feltakarja az ő atyának takaróját. Átkozott, aki közösül valamely barommal. Átkozott, aki az ő leány testvérével hál. Átkozott, aki az ő napával hál. Átkozott, aki megöli a fele barátját titkon. Átkozott, aki ajándékot fogad el, hogy ártatlan lélek vérét öntse, és átkozott, aki meg nem tartja a törvénynek igéit, hogy cselekedje azokat. Ez a bűn és a halál törvénye. Aki nem a törvények szerint él, hiszen honnan veszi ezeket a dolgokat? Az ártatlan lélek vérét. Ezek mind-mind a törvényben vannak leírva. Az ige, ami köztünk járt, azért jött, hogy megmutassa az utat újra az eltévedt emberiségnek, ezúttal úgy, hogy azok képesek legyenek teljes szívből, teljes lélekből megtérni Jahuához. Hiszen elküldi a vigasztalót, ami megváltoztatja az ember szívét, amennyiben az ember lehetőséget ad erre. És onnantól kezdve az élet lelkének törvénye szerint fog élni. Aki nem, az pedig a bűn és a halál törvénye alapján fog élni. És mi az az átok, mi az pedig a halál ebben az esetben. Hiszen ezeket mindet halálbüntetéssel sújtották, még annak ellenére is, hogy most nem, azonban az ítéletkor újra. Ezért mondja azt, hogy ez a lélek az, ami megszabadítja az ember. Hármas versben ezt folytatja, ezt a gondolatmenetet, és ezt bontja ki kicsit jobban, mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivel hogy erőtlen vala a test miatt, hiszen az emberek akkor nem értették meg azt, hogy hogyan kell teljes szívből, teljes lélekből követni ezt. Nem lehet úgy az, hogy az ember nem csalja meg a feleségét, és közben egész nap azon ábrándozik, hogy hogyan lehetne a szomszéd nőjét megszerezni, az nem teljes szívből, teljes lélekből a törvény szerint, az a betű szerinti törvénynek a betartása. Ez a különbség a kettő közt. Az, amit az ember cselekszik, nem elegendő a teremtőnek. A gondolat világát, a szívét akarja megváltoztatni, erre nem volt elég erős a törvény. Ezért Elohim az ő fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában elküldte ezért ugyanolyan testben, amiben mi vagyunk, és a bűnért azért, hogy ezt ettől a bűntől megszabadítsa minket, kárhoztatá a bűnt a testben. Ez által eltörölte azt a bűnt, hiszen megmutatta, hogy hogyan kell élni, eljött mint világosság, és elküldte utána a vigasztalót, hogy az vezesse az ember. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk. Ezek szerint a törvénynek van igazsága. És az bennünk fog beteljesedni, nem benne. Akkor ha bennünk teljesedik be, akkor nekünk van teendőnk is. Ezt mondja, akik nem a test szerint járunk, hanem a lélek, a ruach szerint. Hogyha a törvény igazság, és az bennünk kell, hogy beteljesedjen, és mi nem a test szerint fogunk járni, akkor valami meg kell, hogy határozza, hogy mit jelent az, amikor valaki a lélek szerint jár. Erről volt szó az első negyed órában. A Jehusáha Mássiákban való élet lelkének törvénye. Ez a teremtő parancsolatai, amely le van írva a törvények könyvében. Az az, ami megmutatja nekünk, hogy hogyan kell nem a test szerint járni. Az a plusz,
ami a megváltó eljövetelével érkezett, az maga a vigasztaló, ami az embert vezeti. Saul ugyanúgy a törvénynek igazságáról beszél, ahogyan a megváltó arról beszél. Jehukanon 17-es fejezet, 17-es vers, szenteld meg őket, szenteld meg, ugye annyit tesz, mint hogy válaszd el. Valaki, aki elkülönül a többitől. Valaki, aki világosság a sötétségben. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Az az ige, amely eljött és köztünk volt, amely a kezdetektől volt, az, amely a törvénykönyvben, a profétákban és a zsoltárokban megvan írva, az ő szava, az igazság. Ez az, amivel megszentelheti magát az ember. Szó szerint ez az, amiről Saul itt beszél. Úgy teljesedik be a törvény igazsága, hogyha mi úgy élünk. És aki nem a test szerint jár, hanem a lélek szerint, az az, aki beteljesíti azt. Ötös vers. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira gondolnak. Két embercsoportról van szó. Az a harc, amiről a hetes fejezetben beszélt, ami benne dúl, hogy a lélek szerint éljen, az dönti el, hogy aki megnyeri azt, az a lélek szerint él, aki elveszti, az a test szerint. Mert a testnek gondolata a halál. Miért? Azért, mert aztán az átkokat fog maga után vonni. Aki faragott képet csinál, aki nem becsüli az anyját, aki félrevezeti az embereket, aki igazságtalan a törvényben, aki össze-vissza hál mindenféle emberrel, vagy állattal, vagy aki öli a fele barátját, ezek az emberek mind a test szerint élnek. Ezért mondja azt, hogy a test gondolata a halál, hiszen ennek átok a következménye. Ez a bűn és a halál törvénye, a lélek gondolata pedig az élet és a békesség. Hiszen aki nem cselekszi ezeket, az békére törekszik az a fele barátaival és az emberekkel. Hetes vers, mert a test gondolata ellenségeskedés Elohim ellen. A test az az ellenségnek az úgymond eszköze, hogy az embert eltérítse arról az útról, amelyet a teremtő kijelölt. Mint hogy Elohim törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Nem engedelmeskedik annak a törvénynek, mert nem tud engedelmeskedni. Szükség van a ruák, a vigasztaló, a lélek erejére ahhoz, hogy az ember le tudja győzni a testet. Ezért mondja azt, hogy akik Jehusá Hamásiákban vannak, azok, akik le tudják győzni a testet. Akik nem tudják legyőzni, akik pedig testben vannak, 8. vers, nem lehetnek kedvesek Elohim előtt. Az ember vagy ezen az úton jár, vagy azon az úton jár, azonban választania kell mindenkinek. És aki a teremtő útját választja, azt majd a vigasztaló, a ruák, a lélek segíteni fogja ebben a harcban is ezen az úton. 9. vers, de ti nem vagytok testben, hanem lélekben, azokról beszél, akik ugye a megváltót választják, és újjászületnek. Ha ugyan az Elohim lelke lakik bennetek, ugyanis akkor a Ruach HaKodesh, a Szentlélek lakik az emberben, és az az, ami irányítja őt. Akiben pedig nincs a Mesiák lelke, az nem az övé. 10. Hogyha pedig a Mesiák ti bennetek van, jó lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. A test mindenképp el fog pusztulni. És az meghalt azzal, hogy az ember újjászületik, és mint egy új ember él tovább a lélek segítségével. Azonban meg kell értenie mindenkinek, ha nincsen törvény, akkor nem lehet különbséget tenni az emberek között. Akkor nincsen semmiféle viszonyítási alap. De a hetes versben is azt mondja, hogy Elohim törvényének nem engedelmeskedik a test. Akkor a lélek alapból az ellenkezője kell, hogy legyen, az pedig engedelmeskedik Elohim törvényének. Mi Elohim törvénye? Az előbb olvastuk el, az Jahua törvénye, az a törvénykönyvben van leírva, az ő parancsolatai, rendelései, végzései, utasításai, instrukciói. Ha a test nem engedelmeskedik, és akik a testben vannak, nem kedvesek Elohim előtt, akkor ez szerint az alap
kijelentés szerint az ellentéte kell, hogy vonatkozzon a lélek. Arra az ember, aki a lélek szerint él, az viszont Elohim törvényének engedelmeskedik, mert meg tudja tenni, és aki lélekben van, az kedves Elohim előtt. Miért? Azért, mert a törvényének engedelmeskedik. Még egyszer, aki azt gondolja, hogy Saul a törvény ellenért, annak el kell tudni számolnia mindezekkel a dolgokkal, amiket itt leír. És ehhez nem elég egy-két perc, egy-két vers, ehhez idő szükséges, és az ember meg fogja érteni. Már csak ebből a pár versből is kiderül. Az érdekessége ennek az, hogy amennyiben, még egyszer, amennyiben az, aki Elohim törvényének nem engedelmeskedik, az a testben él, az az óember, az nem is teheti ezt, és aki nem engedelmeskedik, aki a testben van, az nem kedves Elohim előtt, akkor ez, és ez Saul írja a levelében, akkor az ellenkezője az, hogy a lélek gondolata, az pedig Elohimmel van, mint hogy aki Elohim törvényének engedelmeskedik, az a lélekben van, és az kedves Elohim előtt, ugyanezt írja le 5 Mózes 30, amit az előbb olvastunk. Te azért térj meg, hallgass Jehuva szavára, teljesítsd minden parancsolatát, melyeket én a mai napon parancsolok. Hogyan tér meg valaki, hogy teljesíti a parancsolatot? Mi ennek a következménye? Mert úgy hozzád fordul Jehuva, és öröme lesz benned a te jódra vagy hasznodra, amiképpen öröme volt a te atyáidban. Hogyha hallgatsz Jehuvának, a te hatalmaságodnak szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, amelyek megvannak írva a törvénykönyvben, és teljes szívedből, teljes lelkedből megtérsz Jehuvához, a te hatalmasságodhoz. Ebben fog segíteni a lélek, ami benned lakozik. Mert ti nem vagytok a testben, hanem lélekben, ha ugyan Elohim lelke lakik benned, akiben pedig nincs, Mesiák lelke az nem az övé. Hogyha pedig Mesiák lelke bennetek van, jól lehet a test holt, a bűn miatt, lélek ellenben az élet, az igazságért. Ezért mondja, ezért hangsúlyozza ki, hogy törvény ismerőkhöz szólok, akik tudják a törvényt, mert akik tudják a törvényt, azok ismerik ezeket a dolgokat. Azoknak nem azt mondogatták, hogy ez egy ószövetség, amire nincs szükség. Nekik nem volt ilyen koncepció fejükben, hogy ószövetség. Számukra ez volt az egyetlen dolog, ami le volt írva, amiből tanulni lehetett. Ezért ebből tanultak. Ezért ír így, ilyen nyelven, mert tudta, hogy ezek az emberek ismerik, vagy lesz ott valaki, aki elmagyarázza majd nekik az úgynevezett ószövetség alapján, hogy mi az, amiről ő itt beszél. És ez az, amiről itt beszél. 11-es vers. De ha annak a lelke, a ruák lakik bennetek, aki feltámasztotta Jahusát a halálból, ki az, aki feltámasztotta? Az Elohim. Az ő lelke kell, hogy bennünk lakjon. Ugyanaz, aki feltámasztotta Mesiák Jahusát a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő, ti bennetek lakozó lelke által. Azáltal, hogy az ember nem a test szerint él, és kedves lesz, és követi a parancsolatokat, és megtér, és teljes szívéből, lelkéből akarja csinálni, akkor fog ez a lélek, a Ruach HaKodesh, Elohim lelke, akit Jehusa HaMashiach nevében küld, a vigasztaló, akkor fogja az embert majd irányítani, és megeleveníteni. Különben halott a test a bűn miatt. Honnan tudjuk? Onnan, hogy elmondja Jehukanon 14-es fejezet, 16-os vers, és én kérem az atyát, és más vigasztalót áld néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, arról beszél, arról a lélekről, ami Elohimtől jön. Ez az igazság lelke. A lélek ellenben élet az igazságért. Ez Rómaiakhoz 8-10, még itt a megváltó arról beszél, hogy az igazságnak a ma lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Ugyanerről beszél Jehukanon első fejezetben, a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Ugyanúgy arról beszél itt, a világ be nem fogadhatja, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. Ez a teremtő lelke. A világ a test szerint él,
míg mindazok, akik az életre mennek, azok a lélek szerint fognak élni. A lélek az pedig Elohimtől jön, ahogyan azt itt megmondta. És megmondja újra, ez természetesen Jehukanon János 14-es fejezet 26-os vers, ama vigasztaló pedig a Ruach HaKodesh, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Mi volt az, amiket ő mondott nekik? Mi az, amire meg kell tanítania az embereket? Valószínűleg nem arra, hogy azt mondogassák, hogy szeretünk mindenkit, és mi újjászülettünk, és meg vagyunk mentve, és gyerünk a Tesco-ba vasárnap meg kocsit most. Hanem azt, amit Jehukanon János 17-es fejezetben ír, a 6-os versben, megjelentettem a te nevedet az embereknek, akkor az, hogy nem fontos a neve, az valószínűleg ebben a pillanatban elég ostoba kijelentésnek tűnik. Akiket e világból nékem adtál, akiket a világból neki adott, akiket elhívott, azok értik meg, hogy miről van szó. Tiéd valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nékem adtál. Mert a beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam, ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Akkor ha ő küldte, és ő az, aki mindazt a megváltónak adta, amiket átadott nekünk a Földön, és itt arra szólít fel, illetve azt mondja, hogy a lélek az majd eszünkbe juttatja mindazt, amit ő mondott, akkor, amit ő mondott, az atyátok kell, hogy jöjjön. Pontosan ez az egész lényege. Erről ír Saul ebben a versben. Hogy annak a lelke lakik bennünk, aki feltámasztotta Jahusát a halálból. Az pedig nem más, mint Jahua a teremtő. Aki feltámasztotta őt a halálból, az az, aki megeleveníti a testünket a lélek által, amit elküld. A vigasztaló az a Szentlélek, akit az Atya küld el, a Jahusa HaMashiach nevében, az az, ami megtanít minket mindenre, és emlékeztet arra, amit a megváltó mondott. Amit pedig a megváltó mondott, azok pedig, ugye, le vannak írva János 17:8-as, ama beszédek, melyeket nékem adtál. Minden visszairányul az atyára folyamatosan. Az egész könyv arról szól, hogyan lehet az ő örömében járni. Hogyan lehet neki örömet okozni. Hogyan lehet úgy élni, ahogy ő akarja. Hogyan lehet életbe eljutni azáltal, hogy az ember engedelmesen, teljes szívből, teljes lélekből követi az ő utasításait. Nem a megváltó utasításait, hiszen az ő beszédei az atyától jönnek. Az egész visszamutat az atyához. Ez a lényege az egész könyvnek. Hogyan lehet az életbe bejutni azáltal, hogy az ember engedelmesen követi a teremtő utasításait. És ez az, amiről Saul beszél. Ezért mondja azt, hogy azokhoz szól, akik értik azt, amiről szól a könyv. A könyv nem, ilyen formában nem létezett akkor, csak is kizárólag a Tanák állt rendelkezésükre. Ő erről beszél. Ő tudta, ő úgy vette, hogy azoknak az embereknek ez egyértelmű, hogy hol kell keresni ezeknek a dolgoknak a definícióját. És tudta, hogy lesznek olyanok, akik értik és elmagyarázzák majd azoknak, akiknek a levél szól a római gyülekezetnek. Nem tudjuk a mai felfogásunkkal ezt az egészet megérteni, ha csak azt látjuk, hogy ő a törvényről beszél, meg arról, hogy a hit, meg a törvény az büntetés, meg halál, meg a törvény az el van törölve. Azok közt, az emberek közt járt maga a megváltó, Jehusá HaMashiach. Ők nekik nyilvánvaló volt, természetes volt, hogy a törvények szerint kell élni, hiszen ők látták ezt a példát. Legalábbis közel voltak ahhoz, az időszakhoz, amikor ő ott járt. 12-es vers. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Nyilvánvaló most már ez. Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek. Vagy a lélek, vagy a test útját járja az ember. Mert akiket Elohim lelke vezére, azok Elohimnek fiai.
mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk Abba, atyám. Abba, ugye, atya. Szolgaság lelke az a bűn és a halál törvényének a lelke. Az a szolgaság. A szolgaság maga a bűn, hiszen a bűnnek a szolgája az ember. A fiúság azonban, amikor az ember Elohim gyermeke lesz, az pedig az, aki a törvények szerint él, ahogyan azt már megvizsgáltuk. Azonban, ha ez nem elég, azoknak egy Jehukanon vagy János 3. fejezet 9-11. versig választat. Senki sem cselekszik bűnt, aki Elohimtől született. Nyilván, aki tőle született, az az ő fia. Azt vezérli a Elohim lelke, és az a fiúság lelke. Ez által tudjuk azt mondani, hogy atyám, aki nem úgy él, az nem az ő fia. Ez az, amiről beszél. Mert benne marad annak magva. És nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Elohimtől született. Akkor ezek szerint még lennie kell bűnnek. Mi a bűn? Aki bűnt cselekszi, törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig törvénytelenség. Erről beszél itt Jehukanon. Így össze tudjuk rakni, hogy akit Elohim lelke vezérel, az lesz az ő gyermeke, az hívhatja atyának. Ki az, aki őt, az ő gyermeke? Aki nem cselekszik bűnt, hiszen ő nem cselekedhetik bűnt, hiszen az a magva benne marad. Mi ez a magva? Ez a lélek, ami segíti az embert. És így születik az ember Elohimtől. Nem cselekszik bűnt, ez a jele annak az embernek. Mi a bűn? A bűn törvénytelenség, aki nem tartja be az ő törvényeit. 16. Ez a lélek, ugye a ruach, amiről beszélt itt, Elohim lelke, bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Elohim gyermekei vagyunk. Hogyan lehetünk az ő gyermekei? Senki sem cselekszik bűnt, aki Elohimtől született. Nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Elohimtől született. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Elohimnek, örökös társai pedig Mesiáknak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Aki így él, az aztán a királyságban együtt uralkodhat majd a királya, ami a Húsák a másiák, ami nem más, mint Elohim szava. Visszatérünk újra és újra a teremtő szavához. 18. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. Az élet rövid, és ez a szenvedés nem lehet ahhoz mérni, amekkora majd a jutalom azért, ha az ember valóban úgy él, mert a teremtett világ sóvárogva várja Elohim fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett. Mi a hiába valóság? Nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. A bűn az, ami hiába valóság alá vetette. És ez a világ, amiben élünk, ha körülnézünk a világban, látjuk, hogy ez sóvárogja várja azt. Sóvárogva várja azt, hogy vége legyen ennek a káváriának, ami történik a világban. Ennek a hiába valóságnak, ami a bűn, ami az ellenségtől származik, és az első ember bukásával. Alig várja a világ, hogy visszatérjen Elohim szava és Elohim fiai, hogy a királyságban rendet teremtse. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától, Elohim fiai dicsőségének szabadságára. Az egész világ meg fog változni, mikor a teremtő törvénye fog uralkodni 1000 évig. Erről szól a 7. évezred, ezért fontos a Sabbát, a szombatnap megértése, hiszen az egy képe, egy árnyéka a jövőbeli dolgoknak. A 7. nap a pihenés, a Sabbát maga az 1000 éves királyságnak a képe, ezért mondja Saul, hogy az jövőbeni dolgok árnyéka. Nem azért, hogy azt már nem kell megcsinálni, pont az ellenkezője. Arra kell törekedni, hogy az ember minél inkább azon a napon erre tudjon koncentrálni, hiszen ez ennek a képe. 22. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. Ezek szerint a világ az él és fohászkodik ugyanúgy a teremtőhöz, mint ahogyan az emberek.
csak valószínűleg mi nem értjük azt, ahogyan az kommunikál a teremtővel. Az azonban egyértelmű, hogy a világ már sóvárogva várja az, hogy ez megtörténjen. És erre bizonyíték az, hogyha kinézzünk az ablakon is lát, vagy megnézzük a híreket és látjuk, hogy mi történik a világban. 23-as vers. Nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, ami testünknek megváltását. A világgal együtt mi is fohászkodunk, imádkozunk azért, hogy eljöjjön ez a királyság. Ezért azt mondta ugye Máté 6-os fejezetben, hogy legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is jöjjön el a te királyságod. Ez maga a fohászkodás, az ima. 24-es. Mert reménységben tartottunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért is reméli azt? Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Ugye reménykedünk abban, hogy ez el fog jönni, és a remény csak addig remény, amíg meg nem látjuk azt. Ezért hit az, amiről tulajdonképpen beszél. Fohászkodunk, és hisz az ember abban, hogy el fog ez jönni. És türelem szükséges ahhoz, békességes tűrés, hogy az ember éljen ebben a világban, napról napra harcolja ezt a harcot, higgyen és reménykedjen abban, hogy valóban el fog jönni az ígéret. Ez az, amire tanít maga az élet. 26. Hasonlatosképpen pedig a lélek, a ruach is segítségére van a mi erőtlenségünknek, ugyanúgy, ahogy a reménység. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Az ember önmagában nem képes eljutni oda, ahova kell. Ez az, amit megtanulhattunk az úgynevezett Ószövetség történeteiből. Az embernek szüksége van a léleknek, ami most már tudjuk, hogy a Teremtőtől jön, és arra viszi rá az embert, hogy világosság legyen a világban, ami azt jelenti, hogy a törvények szerint éljen, ami végezetül az életet fogja jelenteni számára. A hit és a cselekedetek együtt jár az ember tiszta szívből, lélekből csinálja, és a lélek segíti ezért. Így fog majd eljutni oda, hogy megkapja azt, amiben reménykedik. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Elohim szerint esedezik a szentekért. Ugye a szíveket vizsgálja, az maga a lélek, és ez az, ami könyörög a Teremtőhöz a szentekért. És ez a lélek megvizsgálja az emberek szívét, és akkor kideríti, hogy ki az, aki szent. Mi a szent, ugye, aki különálló, elkülönült, aki más, mint amilyen a világ. De nézzük meg, hogy mit mond erről az írás. Bamidbar 15-ös fejezet, 4 Mózes 40-es vers. Hogy megemlegessétek és megcselekedjétek minden én parancsolatomat, és legyetek szentek a ti hatalmasságotok előtt. Tehát az a szent, aki minden ő parancsolatát megcselekszi. Ezért ír ilyen formában Saul. Nem tudja minden egyes alkalommal leírni, hogy mi az igazság, mi a szeretet, mi a szent, hogy lehet szeretni a Teremtőt, hogy lehet szolgálni őt, hogyan lehet az ember más, mint a világ. Ő egyszerűen csak készpénznek veszi, hogy az emberek utána fognak nézni, hogy mi mit jelent. De aki nem akar visszamenni az úgynevezett Ószövetségbe, az nézze meg Jelenések könyve, Higalú 14-es fejezet, 12-es vers, itt van a szenteknek a békességes tűrése, kik a szentek, akik megtartják Elohim parancsolatait, és Jehusa Hamásiák hitét. Ezek a szentek, akik megtartják Elohim parancsolatait. Nem Jézus parancsolatait, hanem Elohim Isten parancsolatait. És Jehusa hitét. Ezek a szentek. Egészen a könyv elejétől a végéig a szent ugyanazt jelenti, aki a parancsolatokat megtartja, az számít szentnek, és teljes szívből,
teljes lélekből cselekszi azokat. Ez az, aki szentnek minősül. Ezekről ír itt Saul. 28-as vers. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Elohimet szeretik, minden javokra van, akik az ő végzése szerint hivatalosak. Kik azok, akik szeretik őt? Persze gondolhatjuk azt, hogy azok, akik mondogatják, hogy én szeretem Istent, meg az Urat, meg nekem mindenem Jézus, meg mit tudom én, amik mennek most a Facebookon, meg össze-vissza. Azonban nézzük meg, hogy valóban azt jelenti-e. És amikor megnézzük, akkor kiderül Egyehukanon 5-ös fejezetből, hogy abból ismerjük meg, hogy szeretjük Elohim gyermekeit, hogyha Elohimet szeretjük. Ugye erről beszél, hogy akik szeretik őt, azoknak minden javokra van, azokat majd ő segíti. Honnan tudjuk? És az ő parancsolatait megtartjuk. Mert ez Elohim szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Ezért nem írja le minden alkalommal, hogy mi az, amiről ő beszél. Mert a könyvet el kell olvasni elejétől a végéig, és az ember rájön arra, hogy ez egy és ugyanaz a dolog, amiről beszélnek. Szóval látjuk azt, hogy a Brit Katosá az új szövetség úgy fogalmaz, hogy az szereti Elohimet, aki az ő parancsolatait megtartja. És onnan tudjuk, hogy szeretjük, hogy a parancsolatait megtartják. Erről beszél Saul itt. Aki megtartja a parancsolatait, annak minden a javára van. Józsué 22-es fejezet 5-ös vers így szól, csak igen vigyázzatok, hogy teljesítsétek a parancsolatot és a törvényt, melyet parancsolt néktek Mósé, Jahuának szolgálja, tehát ez Jahua törvénye, nem Mózes törvénye. Miért? Azért, hogy szeressétek Jahuát, a ti hatalmasságotokat, hogyan? Úgy, hogy járjatok minden ő útján, és tartsátok meg az ő parancsolatait, és ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljatok néki teljes szívetekből, teljes lelketekből. A könyv elejétől, a könyv végéig egy és ugyanaz az üzenet. Kövesd a parancsolatokat, az instrukciókat teljes szívedből, teljes lelkedből. Ez a jó hír. Ez az evangélium. Ez az úgynevezett jó hír. Hiszen akkor majd eljutsz a királyságba, és az ő ígéretét megkapod. Ez együtt az evangélium. Kövesd a parancsolatot, a megváltó szerint, ami teljes szívedből, teljes lelkedből, egyenlő az ígérettel. 29-es vers. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Az elejétől tudta, hogy mi lesz a vége. Tud mindent, tudta a kezdetektől, hogy mi lesz az egész világ sorsa egész a végéig, minden egyes emberről tudta. Akikről tudta, hogy azt a döntést fogják hozni, azokat mindvégig segítette. Ézsaiás 46:9, emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Elohim, és nincsen több. Elohim vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ez ugye helyre teszi a 2, 3, 4 részből álló Istent, meg mit tudom én. 10-es, ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván tanácsom megáll, véghez viszem minden akaratomat. A kezdeteket tudta a végétől, vagyis a végét tudta a kezdetektől, és meg is mondja azt, hogy mi fog történni. Ki az, aki hasonlatos a fia ábrázatához, az, aki úgy él. Aki nem úgy él, csak úgy mondja, az nem hasonlatos hozzá. Erről számtalan példa lehet az életben, ezt egyszerű elképzelni. Az, hogy én mit mondok, és hogy mit csinálok, az két külön dolog. Az ember tettei azok, amik hasonlatossá teszik őt a megváltóhoz. Nem az, amit gondol, vagy amit mond. A megváltó az elsőszülött, sok atyafi között, hiszen mind atyafi lesz az, aki úgy él, ahogyan ő. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket megigazított, meg is dicsőítette. Tudta, hogy kik azok, akik úgy fognak élni. Azokat elhívta, azokat segítette, azokat igazította, és végül azok, akik eljutnak a királyságba, és megdicsőülnek, üdvözülnek, úgymond.
31. Mit mondunk azért ezekre, ha Elohim velünk, kicsoda ellenünk, ki az, aki ellenünkre lehet? Amennyiben a Teremtő elhívja az embert, megigazítja és folyamatosan vele van, és a lélek segítségével vezeti. 32. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Amennyiben a fiát nem sajnálta és odaadta a világért, hogy ne adna oda mindent azoknak, akik hajlandók úgy élni, ahogyan ő azt mondja, és az ő fiai lesznek ezáltal. Ugye 1. Jehukanon 3.9-től 11-ig erről is mehető meg Elohim gyermekei, és az ördög gyermekei, aki igazságot cselekszik, az igazságot nem cselekszik, az egy sem Elohimtől való, és az sem, aki nem szereti az atya fiát. Az Elohim gyermeke, aki a törvények szerint él. És ő azért mindent meg fog tenni, és megad neki mindent, hiszen a saját fiát feláldozta mindenkiért, ezért semmi más nem fog sajnálni. Az egyetlen dolog, amit tennünk kell, az pedig az, hogy nem cselekszik az ember bűnt. A bűn pedig nem más, mint törvénytelenség. Így lehet az ember a Teremtő gyermeke. Kicsoda vádolja Elohim választottait? Ugye az ellenség az, aki vádol. Elohim az, aki megigazít. Ő az, aki segíti az embert, és vezeti ezen az úton a Ruach HaKodesh, a Szentlélek segítségével. Kicsoda az, aki kárhoztat? Mesiák az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki Elohim jobbján van, aki esedezik érettünk, mint egy mennyei főpap. A kettő nem lehet egy és ugyanaz, hogyha Elohim jobbján van, és ő esedezik a Teremtőhöz értünk, akkor valóban a kettő két külön karakter. Hogy lehet azt mondani, hogy a kettő egy és ugyanaz? Mikor egyértelműen az a kép, hogy nem ugyanaz. A kettő. A Mesiák az egy főpap szerepét tölti be, ahogy mindig is volt főpap az egész könyv során. Ha az emberek olvasnák ezt, akkor rájönnének. Az átlagember nem tudott személyesen bemenni a Elohim sátorába, és csak ott elkezdeni össze-vissza beszélni hozzá. Mindig volt egy közvetítő ember, aki közvetített, sőt, egy papság volt, a léviták, azokon belül voltak az Áron fiai. Meg volt ez a hierarchia mindvégig. A tisztátalan nem tud Elohim elé járulni. Mi nem tudunk hozzá közvetlenül beszélni. Ezért van szükség Mesiákra, aki meghalt értünk, feltámadott, és Elohim jobbján van, mint egy főpap. Kicsoda szakaszt el minket Mesiák szeretetétől? A kérdés az, hogy képes-e bármi is az embert eltéríteni erről az útról? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Mi az, ami képes elszakítani az embert ettől? Amennyiben ez egy igazi szeretet, akkor semmi sem lesz erre képes. És mikor tudjuk, hogy igazán szeretjük Elohim gyermekeit, ha Elohimet szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk, mert Elohim szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. És ezek a parancsolatok nem nehezek. Így már látjuk azt, hogy a szeretet olyan erős kell, hogy legyen, hogy semmi sem képes azt megszakítani, vagy elválasztani ettől az úttól. 36. Amint meg van írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden nap, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, azáltal, aki minket szeretett, ki az, aki szeretett minket, a megváltó, és az atya, aki elküldte a megváltót, hogy meghaljon az emberiségért, emberiség bűnei miatt az emberiségért. Ugye abban az időben, amikor ő élt, akkor ezt a fajta gondolkodást üldözték a rómaiak, ugyanúgy, ahogyan a jahudim a zsidó. Ugyanúgy, ahogy ez el fog jönni hamarosan a jövőben. Szóval 37. Mindezekben feletté diadalmaskodunk, azáltal, aki szeretett minket, hiszen a Teremtő az, aki erőt ad a lélek által, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, mélység,
sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket Elohimnek szeretetétől, mely vagyon Adonai Husák a másiákban. Miért mondja ezt, hogy ettől a szeretetétől nem szakíthat el semmi, és ez Jahusak a másiákban van? Azért, mert az Elohim szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai az ő szava. Az ő szava, aki eljött közénk, Jahusak a másiák. Ez Elohim szeretete, hogy az ő parancsolatait megtartjuk. Amint az ember eljut arra a szintre, hogy ez szerint szeretne élni, teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes erejéből, ahogyan azt megköveteli, onnantól támogatni fogja a lélekkel, így ő az, aki által diadalmaskodunk, hiszen ő adja az erőt a lélek által, és ellen tud állni az ember mindezeknek a dolgoknak. És ez jelenti a teremtő szeretete. Úgyhogy Rómaiakhoz 8-asból nagyszerűen kiderül, hogy Saul továbbra is a parancsolatok mellett foglal állást, illetve azért küzd és harcol, hogy megértesse azt mindenkivel, hogy a parancsolatok és a megváltóba vetett hit együtt vezet a királyságba, ami a jó hír. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!